folytatódnak a munkálatok. Igazából most arról van szó, hogy ezt a szárnyas hajót fogjuk majd kiemelni. Egy komoly stáb dolgozik rajta. És a daru már készen áll. Nagyon csúszik, mínusz 4 fok van, de talán ezt a övölben lévő jég is szimbolizálja. Veszett mód hideg van, többen fáznak, kezük, lábuk. Veszélyes a mutatvány. Emelő fülekbe kell ugye beakasztani a kötélnek a végét, amit itt pont a sapkás fiú csinál, a Márk. Ott az emelőkeret. Láncodik itt a darunak a gémje, illetve maga a daru. Beillesztik az kötél brágát az emelőfülbe. Több helyen dolgoznak elő, hátul, mindegyik kötélnél van valami szakember. A dönc irányítja a munkálatokat, hint a darusnak, hogy mehet, darus rá szedi a kötelet. Srácok vigyáznak, hogy ki ne ugorjon a fülből. Igen, most hideg van, fázik a kezem. Most ráfeszül, most le kell raknom, mert a kötél meg fog indulni. Tehát nem indult meg. Jó néz ki, sajnos nem fér bele a kamera látószögébe az egész tényállás, de egy háromszöget alkot ez az egész dolog. Hozzákészülődnek, tanakodnak, hogy mi legyen, kimenjenek, vagy bennmaradjanak, de nem tudnak kimenni, ott itt a gáz. Stáb. Nyomják a egyezményes jeleket. Nagyon sok sületlenséget hordanak össze. Nekem meg közben lefagy a kezem. Mennyi kell még? Mennyi? Na. Beszélgessünk a vadluza vándorlásáról, nem? Aha. Túlzok szaporodásáról. Sirály. Hát, sirály? Persze, figyelj, de tojás. Ekkora tojás, hogy van. Király, nem lehet itt szórakozni, figyelj, de belefolynak a tojások. Lengyel, mi a véleményed a sirályokról? Szerintem neked már nagyon... Nem, ez most itt már... Ez én sapkám elvette tőlem. Az, hogy Westside, nem? A fecskeröptetése. Westside. Ez a Westside. Westside. Fly on the water. Westside. Kicsit le van fagyva az ujjon, de így is Westside. Figyelj, már Erdő. Szerintem repülj a vizet. Nem, minden repülünk a vizen, hát azért jöttünk ugye most össze, hogy megnézzük. De Ernő, becsöpök a kamerába az orrod, nem baj. Azért vettem az Ernő, miért nem riport. Igen, most úgy vettem ki a számításaimból, hogy márciusban indulok a labohéjban. Ez egy jó ötlet.
És nem tudom, mit mondjak, de jó lesz. Hát majd visszatérünk rá egy év múlva körülbelül. Egy pár év múlva. Körülbelül. Nem fogsz hiányozni nekem. Miért? Érzed ennyire te el a bohémot? Figyelj már, most miből gondolod, hogy a miből gondolod, hogy a labóim nem fognak kirúgni? Ez nekem való. Tecsó, a labóhelyre csak strapa emberek mehetnek. Igen. Ott bírni kell a szobalányokat. Hú, hát azzal nem lesz gond. Jösszik, ha nem fázni a kezed? Vezérigazgató. Na, meg kell. Lesz a YouTube-on. Épp előbb szóltam erre, hogy vigyázzam. Műszaki igazgató. Nyomjunk. A zsici. Meg a marketing igazgató. Hoppá! És mellett a műszaki és a marketing. Ennyi. Ez egy komoly csapat, úgy látom. A testőr, nem tudom, vagy mondjam. Várjál. Úgy, mindegy. Egyben. A három testőr. Mi van leírva? És a kiki repül. Fly on the water. Azaz. Repül föl az égbe. Most várjatok, srácatok. Emeli? Gyerekek, most lőlettök, eljön. Elején. A Duna leggyorsabb hajója. Hogyan hagyja el a vizet? És hogyan átváltozott repülővé. Igen. Hogyan hagyja el a vizet a Duna leggyorsabb hajója? Ez egy nagyon... Kicsit hátrább megyek, hogy jobban lát. Ez egy nagyon megható pillanat a Duna leggyorsabb hajójának, mikor elhagyja a vizet. Ez a fecske formájú kis ladik, ami egy szárnyas hajó, ez egy nagyon érdekes, érzékeny, alumínium szerkezetű hajó. Nem is mondanék többet a műszaki részéről, mert de. Ez nem az én dolgom. Ernő, segíts kérlek, te vagy itt a segítség, amit jogkéz felől, hogy mégis úgy szerinted, te, mint magánember kérdeznélek, hogy mi a különleges ebben a hajóban? Hát ebben a hajóban az a különleges, hogy szürke. Hmm. Kék ablakai vannak. Igen, szóval egyedi kék ablakok nem látnak be, szóval, és ezek a kék ablakok védik az utasoknak a szemeit a napsugárzástól, a káros napsugaraktól, és igen. Ezért már egészségesebb az utazás valamilyen szinten. UV behatás ellen. Igen, így mondhatni, bizonyos mértékben, azért azt hozzátesszük. Ez egy nagyon-nagyon gyors hajó, kérem. Igen. Te is úgy tudod? Én is úgy tudom. Mennyivel tud menni? 100, azaz 100. Mi 96-tal mentünk fölfele. Kilométer per órával. Ezt nem akartam elhinni. Hát pedig ez mert így pedig éreztem, van. Hogy nagyon kemény. És ez szerintem ez hihetetlen. Hány személyes? Nem is emlékszem. 67 vagy 8. Jön a hajó lassan. Érkezik. Ez nem egy szába, hanem a szárnyas hajónak a szárnya, kérem. Így emelődik ki szépen lassan a partra ez a hatalmas nagy hajó. Mikrofon, ne hozzon, Kernő! Igen, éppen látjuk a megható pillanatot, hogy a szárnyai elhagyták a vizet. Igen. Ez egy nagyon drámai pillanat ennek a hajónak, hogy ez a fecske formájú szerkezet elhagyja a Dunát. Tudni kell erről, hogy a leggyorsabb. Hol a batteri? A Duna leggyorsabb hajója. Erről a batterit is megkaptad? Nem. Gyulánál van. Jutti! Ez a Duna leggyorsabb hajója. Akár hiszik, akár nem. Ez több mint 100. Az a 100. Az a 100. 100-zal tud menni. Így van? Tudsz 100-zal menni erről? Te is úgy tudod? Igen. 96-tal mentünk fölfel a Dunán. 96-tal kérem szépen. Ez milyen évjárat ez a hajó? Segítsen nekem, 80? 85 talán? 6-7 vagy nem is? 6-7? Nem is tudom, nem mindig. Szóval nem egy régi darab. Kilométer? Nem sok van menni, igaz? Nem. Nem. Próbautak voltak vele, évente le volt csiszolva az alja, le volt kezelve, és karban volt tartva. Nyilván még. Festések lesznek rajta, dekorációk, új ablakok is tervezve vannak, hogy még nagyobb védelme legyen a szemnek. Kisebb-nagyobb munkálatok, ugye? Így van, így van.